A Szeretet működik című sorozatunk negyedik adását látják. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm vendégeimet, amely alkalommal itt van a stúdióban Révész Szilvia, a Baptista Szeretet Szolgált kommunikációs igazgatója. Kezét csókolom. Üdvözlöm a nézőket. És a mai alkalommal is elnök úr, Pap János úr, a Baptista Egyház elnöke. A mai alkalommal a Szeretet Szolgálat tevékenységéről fogunk majd beszélgetni, ami szinte, ezt gondolom, sok néző számára is egyértelmű és tudott dolog, hogy nagyon szerteágazó. Így aztán kell is kommunikálni, illetve gondolom nehéz is összefogni. A Baptista Szeretet Szolgálat 17 évvel ezelőtt jött létre, és elsősorban a társadalomban a nemzetközi tevékenysége révén ismert, hiszen mert a hírekbe azok kerülnek. Azok kerülnek be, és ezt fontosnak látjuk elmondani, hogy a munkánknak ha 10%-át teszi ki az, amiről nap mint nap hallhatnak a televízióban, rádióban a nézők, és a munkánk nagy része azért természetesen Magyarországhoz köthető. A 17 év alatt egy olyan országos intézményrendszer, hálózat épült ki, hogy a szociális ellátórendszer teljes palettáján dolgozik, jelen van már a Baptista Szeretet Szolgálat. Szinte minden megyében vannak intézményeink, munkatársaink. És különböző területeken is, mert aztán itt van bentlakás, házi ellátás, drogfüggőség, ételosztás, gyerekekkel való foglalkozás, a nemzetköziken kívül. Ha jól tudom, akkor, illetve ez egészen logikus, Isten tanítása. Milyen módon, hogy foglalkozni kell a rászorulókkal? Jézus azt mondta, hogy legyünk a világba só és világosság. Azaz, hogy ezt a világot a keresztény emberek értékesebbé, teljesebbé és tartósabbá tudják tenni. Hogyha Istenre figyelnek. És ő azt mondta egy alkalommal, amikor olyan emberek közé került, akiket mások lenéztek, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Nem az igazakért jöttem, hanem azokért, akik elfogadják, akiket megszólíthat ő. És ma is, amikor a különböző szolgálatokon, szeretett szolgálatokon, vagy éppen más egyéb intézményeken keresztül szolgálunk, baptisták, akkor ezt helyezzük előtérbe, hogy Jézus rajtunk keresztül végezze tovább, ma is, ezekben az emberekben, ezekben a körökben az ő szolgálatát, segítségét. Tehát innen a tanítás. Azonnal belemegyünk a részletekbe, de én valamit megtudtam. Van egy 100 éve alapított árvaház, amelynek tagja volt az ön édesapja is? Vagy hát nebulója, igen. Ha fogalmazhatok így? Így van, ugyanis az első világháborúnak a zűrzavaraiban 100 évvel ezelőtt elődeink azt mondták, hogy a kicsiny gyermekek, az árvák és a félárvák érdekében megalapítanak egy árvaházat itt Budapesten. És aztán ez működött a két világháború alatt, illetve után egy darabig, és ebben az árvaházban az én édesapám is, aki akkor elveszítette az ő édesapját, és sok gyermek nagyon nehéz körülmények között élt, és a megélhetésük, az életben maradásuk volt kérdéses, akkor az egyik öcsével együtt ide bekerült ebbe az árvaházba, és máig jó emlékkel emlékezik, nem csupán arra, hogy kapott ételt, hanem az már elfelejtődött, de hogy kik voltak ott, meg hogy milyen közösség volt. Valószínű életre szóló barátsága. És akkor ezt gondolom egy ilyen kis privát lelkiismereti kérdés is önnél. Ez így van, mert hogy amikor az édesapámra gondolok, akkor mindig valahol hálás vagyok elődeinknek, és hálás vagyok azoknak az embereknek, akik ilyesmire gondolnak és gondoltak. És azt gondolom, hogy ha mi most megtehetjük azt, hogy folytatjuk az ő szolgálatukat, vagy akár nagyobb léptékekben, szerte az egész világon tovább visszük ezt a só és világosság szerepet, akkor meg kell tennünk, mert Isten ezt várja tőlünk. Szép gondolat. Menjünk a részletekbe, hogy azért legyünk praktikusak is, igazgatóasszony. Nézzük sorba, hát ha nem is fontossági sorrendben, hogyan épül fel a szeretett szolgált munkája itthon?
Hát akkor kapcsolódnék az előbb hallottakhoz, mert közben gondolkodtam azon, hogy ez, hogy az árva és nehéz helyzetben lévő gyerekek felé szolgálat, ez ma is jellemző, akár a szeretett szolgálatra, akár az egyház egészére. A baptista szeretett szolgálat fenntartásában például van egy 500 gyermeknek segítő nevelőszülői ellátó hálózat, de ugyanilyen van több baptista gyülekezetben is, debreceni gyülekezetben is. És a például a baptista szeretett szolgálat foglalkozik nyílt örökbefogadással. Nekem is van két örökbefogadott gyermekem, és a munkatársi gárdában, a szeretett szolgálat vezetésében 8 olyan örökbefogadott gyermek van, akit gyakorlatilag magzati korban vagy csecsemőkorban kerültek a családjainkba. Tehát nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy minél előbb és feltétel nélküli szeretettel, elfogadással forduljunk a gyerekek felé is, és adjunk nekik olyan lehetőségeket, amiket Isten nekünk adott. Aztán ha mondjuk valaki a családban van és nehéz helyzetbe kerül, öt családok átmeneti otthonát tart fenn a szeretett szolgálat, akkor az emberkereskedelem áldozatainak shelterházat működtetünk, ebben is talán elsők voltunk Magyarországon, több mint 10 éve foglalkozunk ezzel, és külföldről az emberkereskedelem áldozatait hozzuk haza, menekítjük az IOM-mel közösen. Volt olyan év, hogy több mint 100 magyar lánynak segítettünk hazautazni Olaszországból, Svájcból, Hollandiából, úgyhogy próbáljuk ott, ahol a szükség van, ott elérni az embereket. Aztán a klasszikus szociális ellátórendszerek, hajléktalan ellátás. Azonnal belemegyünk, csak megtetszett említeni, és közben rájöttem, hogyha illetve arra jöttem rá, hogy ez ne kerüljük ki, ez nagyon fontos kérdés, hogyha drogosokkal, illetve drogfüggőkkel is tudnak foglalkozni. Mekkora kihívás? Mert talán, ha mondjuk jelentkezik, vagy észreveszik, és valakinek szólnak, akkor az egy ilyen egyszerűbb álláspont, vagy helyzet. Megtartani a mentességet, az talán nehezebb. Igen, nagyon érdekes, az utcafront részlegünk foglalkozik a szenvedélybetegekkel, és hála Istennek, hogy olyan elhivatott munkatársaink vannak, akiknek a családi körükben voltak szenvedélybetegek, és belülről érzik ennek a súlyát és jelentőségét. Az utcafront vezetője ilyen például, és egy olyan ellátórendszert építettünk fel 10 év alatt, hogy a teljes paletta. Ott kezdjük, hogy van egy utcai megkereső csapat, akik az utcán élő hajléktalan szenvedélybetegeknek visznek ételt, ruhát, tiszta fecskendőt, van tűcsere programunk, egy mobil tűcsere autó, ami a város legszennyezettebb 5 pontján tiszta fecskendőt ad használt fecskendőkért, ami egyrészt egy kapcsolattartása a szenvedélybetegekkel, és nem egy fiatal ezeken a kapcsolatokon keresztül keresett meg bennünket akkor, amikor le akart állni, hiszen majdnem mindenki eljut az anyaghasználat közben évente legalább 2-szer odáig, hogy szeretne leállni, csak nem mindenki mögött csak van egy olyan háló, aki segít neki, és egészen utána a rehabokon át a nappali ellátórendszer, vagy van egy félutas házunk, ami már a reintegrációt segíti, külön a fiúk számára, külön a lányok számára, vidéki környezetben, úgyhogy több olyan munkatársunk is van, aki kliensünk volt korábban, és ez nagyon nagy sikert. Nagyon érdekes dolgot tetszett megemlíteni. Van olyan gyülekezeti tag, aki így vált gyülekezeti taggá? Sok. Sok? Sok gyülekezetben sokan vannak olyanok, akik játékszenvedélyből, alkohol problémával, vagy kábítószer problémával, vagy más egyéb függőséggel jelentkeznek, mert hogy amikor Isten nélkül éljük az életünket, akkor a saját agyunk, az eszünk, és néha a körülményeknek sokféle játéka az, ami bennünket ide-oda hajt. És ezen
keresztül sokszor belekerülünk ilyen helyzetbe, belekerülnek emberek ilyen helyzetbe. Tehát ez tapasztalat mondható, hogy bármilyen hit, jelen esetben az önök hite, az tud segíteni egy ilyen rehabilitációs folyamatban? Nekünk az a tapasztalatunk, ez nem csupán egy elméleti hozzáállás, ez a tapasztalat, hogy a keresztény ilyen jellegű szolgálatok, azok sokkal magasabb százalékkal tudják segíteni az embereknek a gyógyulását és a gyógyult helyzetben való megtartását, mint sok más egyéb ilyen szolgálat. Minden embernek és minden szolgálatnak az értékes volta mellett mondjuk ezt, és tapasztaljuk ezt. Bocsánat, de aztán ezt muszáj volt megkérdeznem. Ott tartottunk, hogy elképesztően jól megszervezett háló, amivel próbálnak segíteni, és hogy utcai megkeresés, hajléktalanok ellátása, stb. Egészen mondjuk egy ilyen utógondozó, tanácsadói csoportig? Hát ilyen anonim csoportunk konkrétan a szeretett szolgálatnak nincs, de vannak olyan volt klienseink, akik most is járnak ennél a csoportba. Látom ezt a közösségi hálón, hogy posztolják ezeket az alkalmakat. Úgyhogy igen, tehát a szociális munkásaink természetesen után követik a volt klienseket, és amikor segíthetünk nekik, mert elfogadják ezt, akkor ott állunk mellettük, és a gyülekezeti közösségek is nagyon sokszor segítenek, hogyha valaki kapcsolódik egy nagyobb közösséghez, egyfajta családként is ott állnak. És akkor nem feltétlenül kell az utcán megtalálni bárkit, ha mondjuk úgy gondolja, hogy segítségre szorul. Egyik adásunkban már beszéltünk róla, és akkor finoman megemlíthetem, hogy természetesen van önöknek egy honlapja, amit nagyon egyszerűen megtalál bárki, és akkor ott vannak címek, telefonszámok, és kérhet így segítséget. Vagy látja, hogy éppen egy hajléktalannak ételt adnak, és oda megy a munkatárshoz, és úgy is kérhet segítséget. Igen, a szeretett szolgálatnak is van egy honlapja, a baptistasegély.hu, ezen keresztül az intézményi rendszerünk is elérhető, természetesen. Másik ellátás, ami esetleg talán kicsit több vagy nagyobb szívű munkát igényel, az idősekről való gondoskodás, akik mondjuk egyedül maradtak, mert ott lélek is sérül, esetleg szociális helyzet is sérül. Ott milyen stratégia van? A szeretett szolgálat fenntartásában több idősek otthona van jelenleg. Közel 1000 ellátottunk van. Zömében Pécsen, és Pécsen több ilyen intézményünk is van. Hát nem egy könnyű munka. Tehát én magam is járok néha ezekben az idős otthonokban, a demens részlegen, ahol már élet és halál között sokszor a betegek nagyon kevés ingerrel, nagyon nehéz a maga a munka is, amit a kollégák ott végeznek, és nagy kihívás. Most épp a karácsonyi időszakban egy olyan ötletünk volt, hogy a szeretett szolgálat fenntartásban vannak iskolák is, és a diákjainkkal rajzoltattunk az időseknek, és az volt a projekt neve, hogy a szeretet üzenete. Minden idősnek átadtunk egy-egy ilyen rajzot, és nagyon jó volt ezt látni, hogy milyen sokat jelenthet akár egy idegentől érkezett karácsonyi üdvözlet, vagy egy rajz is, mert annyira nehéz az a közeg, az a világ, ahol a mindennapjaikat kell, hogy éljék. Hát igyekszünk hozzáadni, amit tudunk. Vannak intézményi lelkészeink, a gyülekezetek is önkéntesként sokszor bemennek, istentiszteleteket tartanak, vagy látogatják az időseket, és reméljük, hogy így a szeretetet és is megkaphatják, nem csak az ellátást, fizikai ellátást. Azonnal itt folytatjuk tovább, de egy nagyon fontos szót megtetszett említeni, önkéntesek. Mennyiben jellemző, hogy sokan vannak, vagy szívesen csinálják, vagy munkájuk mellett, családfenntartás mellett tudják csinálni? Meg gondolom, várnak is még önkénteseket. Csináljunk egy kis reklámot. Mi baptisták önként lettünk baptisták, ezért a vérünkben van az önkéntesség. És úgy gondolom, hogy a társadalmunkban nagyon nagy szükség lenne arra, hogy az önkéntes szolgálatnak a kultúrája erősödne. Mi nem csupán a gyülekezeteinkben,
hanem az oktatás és a szociális intézményekben sokfelé várjuk és építünk az önkéntesekre. Természetesen az önkéntesek munkáját kell, hogy segítsék olyan profi szakemberek, akik átlátják és mozgatják mindezt, akik stabilitást adnak ennek az egész folyamatnak, de az önkéntesek nagyon sokat tudnak tenni. Akár az említett módon, hogy egy-egy intézménybe belátogatnak, vagy szolgálnak különböző területeken, de akár úgy is, hogy egy-egy csoport valahol megszerveződik, és egyszerűen nem egy intézménybe, hanem az ottani környékben élő idősek felé szolgálnak. A gyülekezeteinknek a legnagyobb részében vannak olyan önkéntes csoportok, akik szállítanak időseket az istentiszteletekre autóikkal, vagy elvisznek ételt, vagy gyógyszert, vagy segítséget, vagy tűzifát fölvágnak, és segítenek azoknak, akik idősek, rászorulók. A gyülekezeti önkéntes csoportok azok nagyon sok esetben egymással is kapcsolatban vannak, és így tudnak nagyobb akciókban, nagyobb segítségeket is adni különböző helyzetekben. Így tudunk nagyobb rendezvényeknek a szervezésébe belefogni, mint ahogy legutóbb a Pap László arénában, hogy 11 000 emberrel meghívhattunk erre az eseményre. Nagyon-nagyon sok önkéntes dolgozott ezen. És így történik a cipős doboz akció is, gondolom. Hát most ebben az évben például 3500 körüli önkéntessel dolgoztunk. Tehát az decemberi időszakban ugye 40 000 cipős doboz ajándékot gyűjtött és osztott szét a Baptista Szeretett Szolgálat országszerte, és az elképzelhető, hogy 3 hét alatt ekkora logisztikai feladatot az ember nem tudna egy munkatársi gárdával megtenni, és nem is tudnánk egyszerre 200 gyűjtőponton ott lenni, hiszen 200 gyűjtőpontunk van országszerte, hanem egy nagyon nagy önkéntesi háló áll emögött a projekt mögött is. Vidéken nagyon sok helyen pont a baptista gyülekezetek a központjai a cipősdoboz akciónak, és ugye a közösségi szolgálat miatt most nagyon sok középiskolás diák is csatlakozott a gyülekezetekhez, a kis csoportokhoz, és például pont a cipősdoboz akció egy olyan, ahol ha egy ember bekapcsolódik, és ott van egy-két órán keresztül, és része lesz ennek a nagy szeretett hálónak, akkor utána nehéz azt mondani, hogy nincs erre időm. Vannak visszajáró önkénteseink, akik sokszor a szabadságokat úgy ütemezik, hogy a decemberi időszakban egy hetet kivesznek, és egy hétig intenzíven ott vannak velünk, de nagyon sok pozitív történetet kapunk az önkénteseinktől. Például most hallottam, hogy Sopronban a cipősdoboz akcióból egy olyan dolog nőtte ki magát, hogy egyik évben 700 nevet kaptak a ottani önkénteseink a polgármesteri hivataltól, akinek lehetett volna cipősdobozt adni, de csak 300 gyűlt össze, és a városban több olyan szervezetet megkerestek, akiktől esetleg várhatnak ilyen irányú segítséget, és egy ilyen levelező listát hoztak létre. Abban az évben megcsinálták azt, hogy összegyűlt a 700 doboz egy nagy összefogásnak köszönhetően, és mindenki olyan örömmel vett benne részt, hogy megmaradt ez a háló, elnevezték segítők kezek Sopronértnak, és évközben is működnek, tehát bárki, és egy ilyen szociális jelzőhálóként is, tehát hogyha valaki valahol a városban lát egy szükségben lévőt, akinek nincs mosógépe, felírja a hálóra, és akinek van mosógépe, az jelentkezik, és én erről most hallottam, hogy az ottani önkéntesünk például a szociális munka napján a Sopron polgármesterétől egy díjat kapott ezért. Meg is érdemli. És nagyon örülünk annak, hogy nem csak akkor egy alkalommal, meg nem csak az év decemberében, hanem folyamatosan egy közösség, nem csak a baptisták, hanem az egész város közössége része például egy ilyen nagyon, nagyon szép példa. Szeretném, ha mindenre maradna időnk. Ja, beszéltünk arról, hogy gyerekektől kezdve az idősekig, a rászorulóktól kezdve a fogyatékkal élőkig tudnak önök segíteni, hála Istennek. Külföldön is segítenek, méghozzá elég nagy intenzitással. Ezt meg mindenki tudja, gondolom, mert ez mindig híradós téma a nagy kereskedelmi televíziókban.
Igen, a Rescue 24 speciális mentőcsapatunknak köszönhetően most már annyira szervezett ez a segítségnyújtás, hogy képesek vagyunk 24 óra rán belül a világ bármely pontján, hogyha van erre szükség és igény a szakmai tudásunkkal, és akár technikai mentésben, akár egészségügyi mentésben, segítségnyújtásban jelen lenni és segíteni. És egy nagyszerű dolog az, hogy ez a Rescue 24, ez egy nemzetközi mentőcsapat, egy nemzetközi baptista mentőcsapat, aminek a világ különböző pontjairól vannak tagjai, magyar vezetés alatt működik, Pavelce László a vezetője, és most már minden évben tartanak tréningeket, közös tréningeket valahol a világ valamely pontján, és egy olyan rendszert építettünk ki, hogyha mondjuk az amerikai kontinensen történik egy katasztrófa, akkor a vezetés utazik Magyarországról, de az amerikai szakemberek jönnek zömében, mert kevesebbet kell utazni, igen. Ők hozzák a felszerelést, nem kell utaztatni, vagy ugyanez van, hogyha mondjuk most a Fülöp-szigeteken történt egy katasztrófa, akkor a szingapúri, ausztrál és abban a régióban lévő baptisták segítenek a magyar baptistáknak ebben a munkában. Most is például amerikai és ausztrál csapat is volt a Fülöp-szigeteken is. És az a módszerünk, hogy szeretnénk hosszabb távon is segíteni. Tehát nem csak egyszer a katasztrófa kapcsán, hanem ahol úgy látjuk, hogy nagyobb a szükség és az igény, akkor ott meghirdetünk mondjuk egy támogatási programot, és már több helyen a világban a nagy katasztrófák után árvaházakat építettünk, így mai napig van Sri Lankán a Szeretett Szolgálatnak árvaháza, Port-au-Prince-ben, Haitin van árvaháza, Vietnámban vannak a konduktív pedagógiához kapcsolódó intézményeink, és most a Fülöp-szigeteken is elkezdtük az egy ottani gyermek otthonnak az alapjainak létrehozását, úgyhogy hát igyekszünk ott lenni, ahol a legnagyobb a szükség. A kollégáim most például sok-sok munka. Dél-Szudánban vannak. És reméljük, jó idő van. Elnök úr, nagyon kevés időnk maradt az adásunkból, de arról nem beszéltünk még, hogy hogyan lehet mindezt fenntartani. Tehát én most nem akarok kutakodni és megkérdezni, hogy ez anyagi módon hogy működik, bár biztos ennek is megvan a maga módja, de kapcsolatépítésben egészen biztos. Azt sem mondom, hogy politizálni kell, de fenntartókkal, önkormányzatokkal, tehát azért ezt valami nagyon ügyesen kell csinálni, hogy akár pályázni lehessen, vagy adományt elfogadni. Természetesen ennek ez is egy fontos területe ennek a szolgálatnak, és a normatív támogatások a különböző intézmények esetében ugyanúgy járnak a mi intézményeinkre is, hogyha a különböző állami szolgálatokat és feladatokat vállalunk át, akár fenntartani egy idősek otthonát, vagy bármi más hasonló helyzetet. Ez egy rengeteg pénz. Ez természetesen. Másrészt a helyi önkormányzatokkal igyekszünk jó kapcsolatokat ápolni, mert úgy tekintünk ezekre az intézményekre, mint nem a miénk, hanem a helyi közösségek érdekében létező intézmények, és mi ezekben szolgálunk és segítséget nyújtunk. Nem kihagyható az a széleskörű gyülekezeteinkből, és nem csak gyülekezeteinkből, hanem más keresztény közösségekből, és nem csak keresztény emberek között, hanem jó akaratú, jó érzésű magyar emberek köréből azok az adományok, azok a támogatások, amiket kap akár a Szeretett Szolgálat, akár az egyház a tevékenységének a folytatására, vagy akár az 1%, amit az egyház, vagy akár a Szeretett Szolgálat alapítványa megkaphat és felhasználhat ennek az érdekében. És még egy negyedik terület, ez pedig az, hogy mi baptisták szerte a világon az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb protestáns felekezet vagyunk. 110 millió ember vallja ehhez a közösséghez tartozónak magát szerte a világon, világ 220 országában. És ez a közösség is segít egymásnak. És például, amikor nyáron egy oktatási intézményrendszerbe kellenének anyanyelvi tanárok, akkor idejön 60-70 amerikai önkéntes, akik ehhez értenek, és itt vannak nyáron, és tanítanak, és szolgálnak. Vagy éppen, amikor
dolgozni kell, akkor összefogunk, és együtt megyünk akár Fülöp-szigetekre, akár Magyarországra, és így dolgozunk együtt. De testvérek vagyunk. Ez szinte majdnem mese. És akkor mesével ér véget a műsorunk, mert elfogyott az időm. Nagyon jó volt önökkel beszélni, köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba és rendelkezésünkre álltak. Igazgatóasszony, elnök úr, viszontlátásra, máskor is nagy szeretettel várjuk önöket. Kedves nézőink, önöknek pedig tisztelettel köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.